A mini Schengen, azaz az Open Balkán létrehozói közül csak Észak-Macedónia miniszterelnöke vett részt a tanácskozáson. Zorán Zaev videón kapcsolódott be az eseménybe. Az Open Balkán jelentőségéről szólva azokat az előnyöket emelte ki, amelyeket a régió polgárai a mindennapjaikban is érzékelhetnek majd. Ezek egyebek mellett a következők. A szabad határátlépés és áruforgalom, a polgárok munkavállalása a régió területén, az infrastruktúra és a kapcsolat fejlesztése, mondta az észak-macedón miniszterelnök. A tanácskozást követő sajtótájékoztatón Ana Brnabić kormányfő a regionális együttműködés kapcsán a következőképpen nyilatkozott. Számunkra a jó regionális összeköttetés és együttműködés, illetve a régió integrációja képezi az egyik legfontosabb célkitűzést. Az első természetesen az uniós integráció és a tagság elnyerése, a másik pedig a régió stabilitása és összeköttetése, hiszen így valósítható meg az erős gazdaság, ami jobb életkörülményeket jelent a polgárok számára. Az Open Balkán nem egyedülálló csoportosulás a maga nemében, hiszen Spanyolország és Portugália korábban már koalícióra lépett, és kiváló együttműködésükkel bebizonyították, hogy készen állnak az uniós tagságra. Tegnap már más példákat is említettek, a Benelux államokét vagy a V4-ekét. Ugyanilyen elvek mentén együttműködhetnek a balkáni országok egymás között és az Európai Unión belül is. A rendezvény második napján az értekezletnek a vajdasági parlament adott otthont. Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke szerint a rendezvényen egy határozott üzenet fogalmazódott meg mind a régió, mind az Európai Unió felé, ez pedig az együttműködésre való készség. Ezt Vajdaság példája hitelesen igazolja, ugyanis intézményes szinten 25 régióval működik együtt, mondta Pásztor István.